A fizetés nem pusztán egy szám, amiből gazdálkodunk az adott hónapban. Azt is meghatározza, hogy mennyire érezzük fontosnak a munkánkat, megbecsültnek magunkat a munkahelyen. Hogy egy bizonyos szakmát, munkakört mennyire érzünk alul vagy túlfizetettnek, rengeteg tényező meghatározza. Összefügghet azzal, mennyire tartjuk elismertnek az adott hivatást, mennyire gondoljuk azt hasznosnak a társadalom számára. De függhet attól is, hogy az adott szakma mennyire van aktuálisan a köztudatban. Hogyha éppen előtérbe kerül egy szakma, mint most például az egészségügyi szakdolgozóknak a bérezése, akkor biztosan kijön egy ilyen kutatásban, hogy arról van vélemény az embereknek, és mondjuk akkor alulfizetettnek tartják, hogyha ezt hallják sok helyről. A pénzcentrum készített egy felmérést, amelyben az derül ki, hogy a magyarok leginkább a bankárok, az ügyvédek, az önkormányzati képviselők, a marketing szakemberek és a programozók bérét sokalják. A leginkább alulfizetetnek pedig az ápolókat, az óvodapedagógusokat, a könyvtárosokat, a szociális munkásokat és a postásokat tartják. Megfelelő bérezést a válaszok alapján a mérnökök, a fodrászok és a kozmetikusok kapnak. A felmérésből az is kiderült, sok esetben nem is tudják a válaszadók, hogy az adott szakmával mennyit lehet keresni. A PAP foglalkozásnál láttunk egy kiugró adatot arra, hogy a nem tudom, nem válaszolok lehetőséget jelölték, és hát emögött egyrészt állhat ez a tabu kérdés, másrészt nem tudjuk, és erről nincs is hivatalos adatunk, hogy mennyit keresnek papok, lelkészek, vagy egyházi tisztséget betöltő emberek. Valószínűleg a lakosság sem tud ezáltal sokat arról, hogy milyen a fizetés, ezért nem is tudja megítélni, hogy most alulfizetett lenne, vagy túlfizetett ez a hivatás. A második legnagyobb bizonytalanság övezte szakma az újságíró. Ennek a hátterében az is állhat, hogy ezt a kutatás cikkekben helyeztük el, tehát feltételezhetik a kitöltők, hogy újságírók készítik, és emiatt nem akartak nyilatkozni róla. Viszont azt lehet tudni, hogy az újságírók mennyit keresnek. Erre a KSH-nak van 2021-es adata. Igaz, hogy a televíziós szakemberek, műsorszerkesztők, rádiós műsorszerkesztőkkel együttesen, de tudható, hogy bruttó 550 ezer forint környékén mozognak a fizetések. A Szabolcs-Szatmár-Beregi pályaválasztás vagy karrierváltás előtt állók számára is fontos kérdés lehet, hogy melyik szakmában mennyit lehet majd keresni az adott foglalkozással. A bérekről való tájékozódáshoz jó kiindulási pont lehet a KSH adatbázisa.